Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Gyere hozzám, vagy térj vissza hozzám, ez a jóslás a mai napon, és megtekintjük azt, hogyan alakulnak a dolgok. A te jelenlegi helyzetedet ez a kártya mutatja. Itt munkáról van szó. Bizonyára ez foglalkoztat téged. De az is lehet, hogy sokat gondolsz rá, megvannak az érzelmek, a vágyak, a remények, és te most elfoglalod kicsit magadat, hogy ne ő álljon a középpontban. És most megtekintjük a te gondolataidat. Itt ezen a képen látható egy katonatiszt. Az lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Itt van a szomorúság mellette, és az elszomorít téged. De ez a férfi lehet a te lelki társad is, egy uniformusban, mert ez a hivatása. Vagy ez a fellépése, és nagyon magabiztos, parancsolgat másoknak. És ez elszomorít téged. Itt vannak rossz emlékek is. Lehet, hogy megsértett téged a múltban. De itt látható a nagy szerelem, tehát ő visszatér hozzád. Erre kellene gondolni, odafigyelni. És ha hiszel ebben, akkor az megvalósul. Most megtekintjük a lelki társadat, az ő jelenlegi helyzetét. Itt az erdő látható, tehát a természet. Bizonyára fontos ez most számára, hogy kimozduljon a természetbe. Amit még ez a kép jelent, a gyógyító erő, mint egy ilyen sámánikus energia, és lehet, hogy ez őt foglalkoztatja, vagy azt jelenti, hogy valami betegítette őt a múltban, egy bizonyos helyzet, vagy az, hogy most nincs kapcsolatotok, és kell számára az életerő, ez a gyógyító hatás, hogy rendeződjenek a dolgok. És hogyan tovább? Itt látható a 10-es szám, és az utal egy új kezdetre. Mivel ez a kép az érméket szimbolizálja, az lehet egy munkahelyi változás, de az érmék utalnak belső értékekre is. Te értékes vagy számára. Ezt ő nem adja fel, hanem lesz köztetek egy új kezdet. A 10-es szám mutatja azt, indul egy új periódus. Itt látható az ő magabiztonsága, uralkodik a helyzet felett, és jelenti az ő hitét. Ő hisz magában, ő hisz benned, ő hisz ebben a szerelemben, és pontosan ez legyen a te gondolatod. Tehát ne add fel, de ne harcolj érte, hanem erősítsd magad belülről, és várj arra, amíg ő közeledik hozzád. Mivel itt megvan ez a hit, ezt ő tenni fogja. Ez a varázsló utal a mágikus energiára, erre a varázslatos vonzalomra kettőtök között. De jelenti az energiamezőt is, itt egy hullámban vagytok. És megvan köztetek ez a harmónia, a vonzó erő, és ez arra utal, hogy ő visszatér hozzád. És itt már látható a látogatás. Tehát hamarosan megjelenik nálad,
és itt van újra a tízes szám, ugyanúgy, mint itt, ami utal egy új kezdetre. És most megnézzük a vicces nénikéket, Fifit és Alit. Ezek a képek, ezek a kártyák egy finn művésznőnek az alkotása. A két nénike üzen neked valamit. Itt látható egy találkozás, ott iszogálnak egy kis bort, az lehet egy ünnepség, vagy egy meghívás, vagy te kínálod ezt neki, és itt lesz egy találkozás. A második képen látható ez az örömteli esemény, és mindkét kártyán ott van a szív, tehát szerelemről van szó, lehet egy ünnepség, tánc. És a harmadik képen látható, hogy előre mennek az események, de ő kicsit olyan vaciláló, tehát tolni kell ezt a taligát. És akkor az segít abban, hogy minden jóra forduljon. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!